A mai napon egy olyan dolgot fogunk megcsinálni, amit eléggé sokan kértek eléggé régóta már, és én eddig nem igazán láttam értelmét, ez pedig a loadout bemutató videó. Viszont úgy gondoltam, mégis megcsinálom ezt a videót, csak nem úgy lesz, hogy végigdarálunk a kasztokon, hogy tessék, ezzel játszom, meg ezzel, nézzétek, nagyon menő, hanem mindegyik szetről, mindegyik fegyverről próbálok megemlíteni valami érdekességet, vagy hogy szerezte, vagy versenél róla valamit. Nyilván nem mindenről tudok, de amiről van valami említése méltó, azt meg fogom tenni, és akkor így egy kicsit információdúsabb lesz ez a videó. Úgyhogy, ja, így szépen végigmegyünk balra jobbra a kasztokkal is, mindenről elmondok, amit csak tudok. Még mielőtt elkezdenénk, szeretném közölni, hogy ezek a szettek, amiket bemutatok, ezek az alaplóda útjaim. Tehát amikor elkezdek játszani egy játékot, egy casual meccset vagy ilyesmit, akkor elég gyakran váltom a fegyverémet. Tehát, hogy például sok a Sentryokrát váltok a Sentry Buster lóda útra, mert igazából tényleg mindig illeszkedek az ellenséghez, mert nyilván úgy kell játszani ezt a játékot, úgyhogy amikor örülök játszani, akkor mindig ezek vannak berakva, viszont aztán később lehet, hogy váltok, ez igazából mindig elég random, úgyhogy most az alap dolgot látjátok, de mondom, ezt in-game elég gyakran szoktam változtatni. Na, de kezdjünk is neki a Scouttal. Szinte biztos vagyok benne, hogy a scout szettemet nagyon sokan ismeritek, tehát hogy szerintem a 9 közül ezt ismeritek a legtöbben, mert hát igazából elég sokat scoutozok, meg nagyjából ez mondhatózol a customnak, úgyhogy ez eléggé érthető. Itt van az Australium Scattergunom, ami van nevezve arra, hogy Love Wasabi. Ez onnan származik, hogy Diva az Overwatchban néha azt mondja, hogy Love Diva, amikor egy ilyen rajongójának aláír valamit, vagy ilyesmi, és akkor úgy érti, hogy szeretettel Diva. És én igazából innen vettem az ötletet, hogy én ezt meg átnevezem arra, hogy szeretettel Wasabi, tehát mintha aláírnék valamit. Ez így eléggé furcsán hangozhat, de jó ötletek tűnt, úgyhogy nekem tetszett az a név, és igazából még mindig tetszik, úgyhogy itt van ezen rajta. A leírása pedig át van írva arra, hogy Team Fortress 2, but every time I kill you, you wait 15 seconds. Ez azt jelenti ugye, hogy nyersen lefordítva, hogy Team Fortress 2, de minden alkalom, amikor megölek téged, akkor 15 másodpercet vársz. Ez nyilván a respawn delay-re utal, és ez régen egy mém volt, tehát nem olyan régen, egy hónappal ezelőtt még egy ilyen nagyon aktív mém volt, ami azóta már nem igazán releváns, úgyhogy ez a leírás sem annyira releváns, de akkor még vicces volt, higgyétek el, jó? Higgyétek el, nekem vicces volt az egyszer. Itt vannak is lézerpiszi, ami küzdik, és igazából erről semmit nem tudok mondani, régebben előtte ezt használtam mindig. Ez is eléggé menő, de azért valljuk be, sokkal menőbben néz ki, meg a lövés is menőbb, úgyhogy mindenképpen ezt használom helyette. Aztán itt van a fénykard, ami szintén küzdik, azért nem speckást vettem, alapból speckást akartam ebből venni, viszont több helyen azt olvastam meg, én is úgy képzelem el, hogy a speckás effektje az eléggé hülyén néz ki rajta. Tehát tényleg nézzétek meg, ez egy világító fénykard, ami alapból ugye ragyog, és ha azon most keresztül megy valami citromsárga ragyogás vagy ilyesmi, az lehet, hogy eléggé hülyén néz ki, úgyhogy igazából ezért döntöttem úgy, hogy inkább a sima küzdik változatot veszem meg, mert hát ugye prókást azt senki nem vesz egy ilyen fegyverből, úgyhogy az szóba se jött. Jobb oldalt pedig itt van az ányos sapka, amit szerintem eléggé sokan látottok már szintén, viszont azt lehet, hogy nem, hogy át van nevezve arra, hogy jej. Ezt igazából pár nap ezelőtt neveztem át, mert kiírtam a Steam csoportomba, hogy írjatok kommenteket, és a harmadik komment, ami a harmadik komment lesz, arra át fogom nevezni a sapkámat. És igazából a harmadik komment az volt, hogy jej, úgyhogy átneveztem a sapkát erre. Úgy terveztem, hogy egy pár nap múlva leveszem, amire átnevezem, viszont az a jej, ez egy jó név igazából, úgyhogy szerintem rajta hagyom a sapkán is, ez örökké jejnek lesz hívva. Aztán pedig itt van ez a kettő miszka, ami mind a kettő strange. Valamelyiket sokkal később szereztem, mint a másikat, igen, ezen még csak 1186 pont van, ezen pedig már 16983, úgyhogy ez nagyon régóta megvan, ez meg nem annyira régóta, de mind a kettő strange, szépen gyűjtögetem bele a pontokat. Nos, hát igazából ez van a scout tudótom, mindegyik használ kettő ilyen oldalt használok, az első az mindig a sima, a második pedig az MVM, és azt is bemutatom. Ezeket nem mutatom újra, mert nagyjából mindenhol ugyanaz, de ha változik is, akkor ez igazából nem annyira fontos. Itt a Scattergun, és itt van a kettő MVM-es fegyver, ugye, hogy lassítsam a nagy bosszokat, hogy értitek, hogy minél kriteljünk rá, úgyhogy igazából ez tényleg a fullos MVM loadoutod, mindig azt hiszem, amire szükség van, úgyhogy emiatt nem egyezik ez a kettő, de olyan nagyon hatalmas különbség a kettő között nincs, úgyhogy igazából ez ennyi volna. Meg is érkeztünk a Soldierhöz, és itt a rakétavetőn egy kicsit gondba vagyok, mert rengeteg félét szoktam használni. Tehát ezt is szoktam használni, 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 bizony gyerekek, néha még ezt is, meg ilyesmi, úgyhogy nagyjából mindet szoktam itt használni, nyilván az alapokról beszélek, tehát ezeket is szoktam, de azok olyan ritkábban, tehát azokra úgy átváltok, ha éppen szükség van rá, de alapból az alap rocket launchert szoktam használni, és igazából nagyjából mindet, tehát jó, ez például nem, meg ez se, de értitek, tehát úgy, nagyjából mindet szoktam használni, most éppen ez van berakva, mert szép lila, úgyhogy igazából tényleg ez jól nézik ez a skin.
Aztán itt van ez a második fegyver, ezt is szoktam használni, meg igazából a gunbootot is. A shotgunt azt nem nagyon, tehát hogy az szinte soha, de ez a kettő, ezt eléggé gyakran szoktam. Ez a három között az általam legtöbbet használt kürt, mert látjátok, ebben van 1073 fújás, ez nem is strange, meg amúgy ezt csak NBN-ben használom, ebbe pedig van 149, úgyhogy ezek se rosszak meg semmi, de én leginkább ezt szoktam használni, mert ezt szeretem, és igazából egy ilyen random casual szerveren azért jól jön, hogyha tudod healelni magad. Tehát ugye ott a medikekre nem mindig lehet teljes mértékben számítani, úgyhogy bármiféle saját healelési lehetőség az mindig nagyon jó egy ilyen casual szerveren, úgyhogy igazából ezért szeretem talán ezt ennyire. Aztán pedig itt van ez. Ezt nagyon régóta használom, nem pont ezt, mert igazából lehet, hogy ez 429 kill az igazából sok egy ilyen fegyverben. Tehát, hogy ezt leginkább arra használod, hogy menekülj. Mert ilyen, hogyha előveszed, akkor nagyon könnyen meghalsz, úgyhogy harcban nem igazán fogod előkapni, de ez olyan menekülős fegyver is. Én igazából nagyon régóta ezt használom. Igen, nem igazán szoktam ezeket használni. Leginkább ezt szokott berakva lenni. Aztán itt van egy ájúzsa sapka, amit nagyjából egy hónappal ezelőtt kaptam donétben, úgyhogy igazából az nagyon menő. Az effekt az a legjobb, de igazából nekem tetszik. Tehát én a kisebb, bénább effekteket is szeretem. Tehát, hogy vannak nyilván jobbak ennél, de hát igazából ez se rossz szerintem. Aztán itt van ez, ami azt hiszem valamennyit ér. Tehát, hogy nem egy ilyen egy-két refes dolog, hanem valami nagyobb, és ezt craftoltam tök véletlen, úgyhogy igazából szerintem eléggé menő. Aztán itt van még egy ilyen random kabát, ami szerintem illik a szakállhoz, úgyhogy ez egy ilyen viking soldier nagyjából, ja. Szerintem ezt mindenki kitalálta a sapkából. Aztán itt van az MVM loadoutom, ami itt nagyjából ugyanaz, itt pedig egy másik rocket launcher, ez ugye ami szükség van hozzá, ezt pedig fánnal szoktam elhozni, hogy amikor várunk a következő wave-re, akkor tudjam csapdosni a csapattársaimat, így tudjunk szaladgálni gyorsan, igazából itt semmi nem annyira fontos. Hát jó, igazából ez fontos, mert ezt muszáj elhozni, de igazából a másik kettő az csak fán is teljesen mindegy, mint rakok be a helyükre. Tudom, hogy 2017-ben nem igazán merjünk már ezt a fegyvert használni, de nekem még mindig ez a kedvenc lángszórom, tehát hogy én nagyon szeretek még mindig kombózni vele, ezt a kettőt igazából úgy imádom használni. Ez speckás, és amikor vettem, akkor még eléggé sokat ért, tehát egy ilyen sok-sok euró volt, most már azt hiszem lement az ára, tehát hogy a alap strange az már 1 euró volt, azt hiszem, vagy ilyesmi, úgyhogy eléggé lement az ára, de igazából én ezt még eléggé drágán vettem, nem mintha bánnám, hogy profitot akartam rajta, vagy ilyesmi, csak úgy megjegyeztem, hogy ez kicsit olcsóbb lett azóta. Ezen vannak strange partok is egyébként, tehát hogy hány embert oltottam el lángolástól, meg hány embert oltam meg úgy, mert halott voltam. 1447 killből 24 kill volt olyan, hogy megöltem valakit, mikor halott voltam, úgyhogy ja, ez nagyon fontos volt kiemelni. Aztán itt van a Flare Gun, ami szintén kűztrék, ez ugye speckás, és van benne már majdnem 1000 kill, úgyhogy igazából erről semmit nem tudok mondani, ez szépen kombózik bele, úgyhogy ezt a kettőt szoktam használni. Ez pedig igazából szerintem mindenki egyetért, hogy a legjobb pyro közelharci fegyver pillanatnyilag, tehát nézzetek végig ezeken. Ezeket néha ilyen bizonyos szituációkban jól jöhetnek ezek, de alapból szerintem mindenki ezt használja. Tehát, hogy jó, ennek mondjuk még van létjogosultsága egy casual szerveren, mert ahogy előbb is mondtam a Soldiernél, nem igazán lehet mindig a medikekre számítani, úgyhogy szerintem ez is jó lehet ott, de én leginkább ezt szoktam használni, ez is strange és killstreak, és van benne 693 killem, úgyhogy ez is nagyon menő. Ennek a loadoutnak a sapkáiról nem igazán tudok semmit mondani, max az, hogy ez strange és van benne majdnem 9000 pont, úgyhogy már egy ideje megvan, de igazából semmi különleges nincs bennük, csak jól néznek ki, és szerintem valamennyire illenek is egymáshoz, úgyhogy ezért viselem őket. MVM-ben egy kicsit más sapkákat hordok, meg ugye itt van a szokásos MVM loadout, ez mindenképpen szükséges tankokhoz, ezt igazából nem tudom miért olyan fontos hozni, de mindenki ezt hozza MVM-be, úgyhogy igazából én is ezt hoztam meg. Hogyha valaki úgy elfut a bombával, akkor úgy jól be lehet utána lőni, meg a tömegbe be lehet lőni, hogyha éppen van egy kis szabad időd, úgyhogy igazából ez talán jó az MVM-be, de ezt miért hozom? Ezt nem tudom miért hozom egyébként, tehát ez... A speed az nem igazán számít MVM-be, tehát hogy úgyis ott vagyok a tankoknál meg ilyesmi, és cserébe 20%-kal több sebződést kapok, úgyhogy ezt lehet itt és most lecserélem valamire. Tehát, hogy MVM-be mi lehet jó? Nem, medic healer is szükség van, lehet, hogy egy teljesen alapot be kéne rakni, tehát hogy... nem vagyok biztos benne, hogy mit kéne hozni, de... Hát igazából ezen majd gondolkodok, de ezt igen, ezt szerintem lecserélem, de ez lenne az MVM loadoutom, szerintem ezt is mindenki ismeri, aki szokott MVM-ezni. Itt vagyunk a demo mennél, és ez a loadout nagyon durván jó. Lehet, hogy azt mondjátok, hogy de várjál, Vasabi, ez is nerfelve volt, meg ez is, meg jó, ez nem, de ez a kettő nerfelve lett eléggé durván, és
Ez igaz, ez tényleg így van, tehát ez már lassan 2 éve, de mindegy. Viszont én akkor is még nagyon fánnak találom, hogy ezzel játszok, tehát hogy eléggé hatásos is nekem, tehát hogy köbök 2 héttel ezelőtt játszottam ezzel a szettel a szerveremben, és ilyen nagyon durva statokat értem el, pedig ott voltak rendes játékosok abban az időben. Tehát, hogy még most is vannak, csak akkor éppen voltak, értitek? Tehát, hogy nem ilyen random F2P-k ellen játszottam. Úgyhogy igazából szerintem ez egy nagyon jó szett, én élvezek fel játszani, és ez meg Strange Kill Streak, úgyhogy nagyon menő. Én erre a pajzsra azt hittem, hogy a Strange akkor csak azokat a kileket számolja, amikor konkrétan elütök valakit, de nem. Úgy tűnik, hogy a közarci kileket is számolja, ami egy kicsit csalódás, és nem tudom, mikor lett megváltoztatva, de én reméltem, hogy ez nem így lesz, de hát mindegy. Mióta használom, az nem olyan régóta van, de azóta van 190 killem, úgyhogy ez nyilván magába foglalja a közarci kileket, meg a elütéseket is. Volt néhány pajzs elütésem is egyébként, úgyhogy az is benne van, de azért kicsit szomorú vagyok, hogy azt nem tudom is számolni. Ó, ez a sapka. Ez egy nagyon menő sapka. Tehát, hogy ehelyett akartam venni egy elit minőségű, ilyen bomba sapkát, ami szintén nagyon menő néz ki, de aztán úgy döntöttem, hogy igazából maradok ennél, mert ez cukin néz ki, meg ez is lila, úgyhogy igazából nincs vele semmi baj. A többi pedig ilyen teljesen random, de one-hez illő kis dolgok. Az a nadrág az nagyon tetszik nekem, tehát Strange is, van benne 5540 pontom, és én igazából imádom. Tehát, hogy the moment ez ilyen pajzsok, azok nagyon illenek. Tudom, hogy van egy ilyen felső pajzs rész is, úgyhogy lehet, majd beszerezek egyet, mert igazából az nem nézhet ki olyan rosszul rajta, de az most pillanatnyilag nincs nálam, úgyhogy helyett egy ilyen köpenyt hordok. Ami egy kicsit szomorú, hogy ugye köpenyt hordom, akkor mindig, hogyha be akarom rakni ezt, akkor le kell vennem a köpenyt, mert hát igazából valamiért úgy nem igazán férnek össze, de hát igazából ez ilyen eléggé nagy probléma idézőjelesen, tehát nagyon kappásan, de értitek, ez néha egy kis fejtörést okoz. És akkor az MVM loadoutom, ami itt eléggé hasonló, nem igazából annyira nem. Igen, csak a köpeny ugyanaz, de ezeket a sapkákat viselem, és igazából ezeket a fegyvereket ilyen random skinesek, meg ilyenek, ezt azért használom, mert ugye MVM-ben nem igazán használsz közelharcit, de ha mégis valamiért azt kéne használnom, akkor előkapom is a plusz 20% damage-en lecsapok valakit, úgyhogy ez direkt arra van elhozva, hogyha tényleg használnom kell mégis valami randomoknál fogva, akkor gyorsan tudjak végezni és vissza tudjak menni harcolni. És ennek a leírása át van írva arra, hogy nekem van a jobb fegyverem, ami egy eléggé régi videómra utal vissza. Nem tudom, azt hányan láttátok, de volt egy ilyen nekem van a jobb fegyverem videóm, és azt abba ezt használtam, úgyhogy azt nézzétek meg, és azt nekem volt a jobb fegyverem, úgyhogy mindig én nyertem. Úgyhogy ja, ez nagyjából ennyi lenne. Itt vagyunk a Heavy-nél, és rögtön láthatjátok a zöld gombasapkát. Most 2 gombasapkám van, egy zöld, meg egy sárga, ami át van nevezve arra, hogy a Huvi király koronája, és a leírása pedig az, hogy ezt a sapkát viselje a Huvi faj megmentője, Wasabi 202, ezt donate-ben kaptam minden leírása meg névvel együtt, úgyhogy nagyon menő. Ez ugye azért sárga, mert korona, viszont a sárga az megmondom őszintén annyira nem néz ki jól rajta, tehát hogy inkább a zöldet szoktam hordani, de attól még. Igazából néha a sárgát is hordom, de inkább a zöldet szoktam, úgyhogy az is nagyon menő meg minden, de inkább ezt szoktam mostanában. Aztán itt van a Tomislav, én valahogy mindig a Tomislavot szerettem a alappal ellentétben, tehát hogy eléggé sokan azt mondják, hogy oké, a noobok használják a Tomislavot, aztán szépen lassan rájönnek, hogy az alap jobb. Ez lehet, hogy így is van, de én imádom a Tomislavot. Olyan véleményt is hallottam, hogy a Tomislavot akkor használod, hogyha nincs mediket, és ugye casualban ezt már harmadszor mondom ebben a videóban, nem igazán lehet a medikekre számítani, úgyhogy lehet, hogy emiatt is szeretem ezt használni. Igen, ezeket eléggé ritkán szoktam használni, tehát hogy ja, leginkább ezt szoktam az esetek nagy részében. Aztán persze itt van a Festive Sandwich, ebből van Strange egyébként, tehát van olyan is Strange Festive Sandwich, mert nem tudom, alap Strange az most már van, tehát jó ideig nem volt, de most már az van, azt tudom, viszont egy Strange Festival az nem tudom, de ha igen, akkor lehet, hogy egyszerűen olyat is szeretnék beszerezni, de azt tudja eléggé drága, úgyhogy amiatt nincsen még, meg persze itt vannak a Huvi fegyverek, tehát hogy a éppen lázadó huvizok, akkor is itt vannak ezek. Van egy speckásem, meg egy Strange-em, úgyhogy nagyon menő szét vannak osztva a dolgok, remélem, hogy majd egyszer lehetőségem lesz összerakni őket valahogy, vagy nem tudom, de így eléggé szívásuk külön vannak. Aztán pedig itt van ez a fegyver, amit nagyjából mindenki használ heavy-re, tehát a többit azt eléggé ritkán használom, viszont ezt mindenki szereti, mert könnyen kérek a csatatérre, és heavy-vel úgyse olyan gyakran közelharcizoló, úgyhogy igazából a negatív dolgai azok nem annyira számítanak, mert tényleg ezeket nem szokta senki használni. Ezeket nagyjából akkor veszem elő, hogyha valamiért fanolni akarok, vagy ilyesmi, de alapból, hogyha komolyan játszok, akkor mindig ez van nálam. Viszont MVM-ben Tomislavnak sajnos semmi értelme nincsen, úgyhogy oda el szoktam hozni. Igazából nem sajnos, mert ez is jó fegyver, ezt is szerettem használni, meg szépen is néz ki, meg feszít, meg minden, úgyhogy nincs ezzel baj, de ide ezt szoktam hozni, úgyhogy nagyon menő. Ez ugye a szendvics ugyanaz, meg a sapkák is egy kicsit változnak, viszont ezt azért szoktam hozni, hogyha jönnek a sniperek, mert a MVM-es sznájpereknek nagyon durva célzásuk van, tehát hogy úgy rátlokkolnak, hogy
soha nem menekülsz el, úgyhogy ha jönnek, akkor ezt szépen előkopom, és akkor 40%-a kevesebb damage-et kapok tőlük. Oké, hogyha valaki megüt engem, van olyan bot egyáltalán, ami üt? Biztos? Igen, van olyan, ami üt, de azok elég ritkák, úgyhogy a 100%-os damage ráerősítés az nem igazán számít olyankor, úgyhogy ennek tulajdonképpen csak egy pozitív effektje van MVM-ben, hogyha úgy nézzük, úgyhogy ezt a sniper-ek ellen szoktam használni. Igazából MVM-ben heavy-ként soha nem használod a közelharcidat, úgyhogy igazából ennek van a legtöbb értelme szerintem. Itt vagyunk az Engineer-nél. Ezt a kettő sapkát nagyon régóta használom hozzá. Nagyon embertelenül régóta, nagyon durván. Ez egy ilyen festív set tulajdonképpen, tehát hogy mind a kettő. Nyilván eléggé festív, úgyhogy nagyon menő néz ki. Ezt nem olyan rég bontottam hozzá, szerintem az videóban is volt, nem? Igen, kettőt is bontottam szerintem, úgyhogy azt azóta viselem rajta, mert eléggé cuki, meg igazából illik hozzá, úgyhogy miért ne viselném? Itt egy ilyen random skin-es shotgun. Ezt emlékszem, megvettem marketről 34 centért. Nem tudom, miért emlékszem ennyire pontosan, de 34 centért megvettem ezt a skint, úgyhogy azóta használom is, és nem tudom, miért pont ezt vettem meg, ismertetett meg ennyire, de megcsináltam is. Gondolkodok rajta, hogy átalakítom festivé, mert tényleg sokat használom, de gondoltam, akkor inkább veszek egy factory nyújt belőle, vagy ilyesmi, úgyhogy ezzel még gondolkodok, de igazából itt van ez is. Aztán persze itt van ez a lézerpisztoly. Itt régen az alappisztolyt használtam leginkább, meg néha talán ez, de itt is átváltottam erre, mert ez minden tekintetben menőbb. Aztán pedig itt van, ez még régen egy eléggé régen egy donét volt, tehát hogy emlékszem valamelyik videót valaki leszidott, hogy ilyen gazdag vagy, nem tudom mi lennék gazdag, tehát hogy ilyen gazdag vagy, és csak ilyen gagyi wrenched van, tehát hogy és akkor visszaírtam neki, hogy ez donét volt, úgyhogy igazából nem én vásároltam, viszont raktam rá killstreaket, vagy már alapból killstreak volt? Lehet alapból killstreak volt, de mindegy, van ott a killstreak, úgyhogy ezt szoktam használni, van benne 239 killem, igen, nem sokat engineerzök, tehát hogy ez látszik, de amikor igen, akkor ezt szoktam használni. Aztán persze itt van az MVM loadoutom, amit soha nem használok, mert általában a forrival szoktam menni MVM-ezni, és mindig az engineer, úgyhogy erre nincs szükség, ezt skippeljük, jó, nem, de ezt a sapkát azért viselem itt. Ezt elfelejtettem mondani a demo mennél, ez is erre tartott. What the hell? Nekem itt kéne egy ilyenek lenni. Tehát, hogy oké, nincs gáz, berakom gyorsan, senki nem látott semmit, igen. Tehát a demo mennél azért viselem ezt, mert ezt MVM-en kaptam. Ugye MVM-en, amikor végzel, akkor mindig kapsz egy random fegyvert, viszont van helyette esélyed kapni egy random MVM-es miszket, amit csak innen lehet kapni, úgyhogy ezt azért szoktam itt viselni, mert egyébként tényleg szoktam viselni, nem tudom, most miért nem volt berakva, tehát hogy mikor vettem ki, de ezt azért viselem, mert ezt ott kaptam, úgyhogy ennek ilyen értéke van számomra, és ez ugyanaz, ez is ilyen MVM-es engineer miszk, úgyhogy ezt szoktam viselni, meg nézzétek meg, milyen bedeszül néz ki ezzel a maszkkal, nagyon durván jól néz ki, tehát ez tényleg szépen néz ki, tehát nekem nincs annyira érzékem ezekhez a szettekhez, meg hogy mi illik egymáshoz, én csak random berakom, amit tetszik nekem, de szerintem ez ténylegesen menő néz ki, meg egy ilyen random lila ruha, ami igazából szintén nem olyan rossz, de ehhez nincs valami más, tehát hogy nézhetnénk valami másik ruhát, például ezt megnézem. Jó, legyen ez igazából, tehát hogy igazából nem annyira számít, hogy mit viselek rajta, úgyhogy ezt néha szoktam váltogatni. Itt van ez is, igazából ezek nem tudok semmit mondani, tehát ez mindenképpen muszáj ott, ez is hasznos, meg ilyesmi, viszont nem igazán tudok mesélni róluk, mert nem szoktam MVM-be engineerozni, úgyhogy ez nagyjából egy eléggé skippes oldal. El is érkeztünk medikhez, és mint mindenki más, én is a szamszeriét használom, tehát hogy igen, ezt nagyjából soha nem szoktam használni, ezt igazából néha, hogyha nagyon fanolni akarok, hogy kedvem van hozzá, akkor berakom, de mondjuk úgy, hogy az esetek 95%-ában szoktam használni, szerintem ezzel mindenki így van a világon. Nyilván nem olyan sokat ölök vele, mert medik vagyok, ezért van benne 270 killem, de igazából az is valami. Aztán itt van a Mediganom, amiről lehet, hogy néztek, hogy most what the fuck, ez egy nagyon ronda skin, és még csak fülteszted, úgyhogy miért nem valami jobbat vettél? Mert bizony gyerekek, ez a legelső skin, amit valaha kaptam. Mikor a Gunmetal kijött, akkor a legelső kontraktomból ez volt a legelső skin, amit kaptam, úgyhogy hogy mondják ezt, erre van valami szó, ilyen mentális értéke van számomra, vagy valami ilyesmi szóval ráértitek, számomra sokat jelent, úgyhogy emiatt használom, emiatt tartottam meg. És eléggé fel is turbóztam, mert raktam rá statklokkot, van rajta festive cucc, úgyhogy igazából nagyon menő. Hát is van nevezve arra, hogy you'll be kept alive, azaz életben leszel tartva, ez szerintem eléggé önmagát magyarázza. A leírása pedig annyit jelent, hogy próbálj nem meghagyni meghalni, úgyhogy szerintem ez is elég egyértelmű, tehát hogy én tényleg életben tartalak, csak légy szíves, védjél meg valamennyire, úgyhogy nagyon menő. Aztán itt van egy ilyen Uber szó, amit elég régóta használok, viszont itt valamit meg szeretnék mutatni, hogy van egy ilyenem is, amit Kamaptól kaptam. Ez ugyanaz, csak festive nélkül is, át is van nevezve, át is van írva a leírása, hogy ezt az Uber szót Kamaptól kaptam, úgyhogy ez is nagyon menő, meg minden is, és szeretem, és örökké megtartom meg minden, mert rakok rá prókás effektet, meg minden, viszont inkább ezt szoktam használni helyette, úgyhogy itt van, azt hittem elszakadt, úgyhogy mind a kettő létezik, megmutattam őket.
A sapkákról nem igazán tudok mit mondani, ezeket nagyon gyakran szoktam váltogatni. Tehát, hogyha valamelyik szettemet gyakran váltogatom a sapkákat, akkor az biztos, hogy meddig lesz. Tehát, hogy ezeket nagyon gyakran szoktam váltogatni, úgyhogy ezek nem igazán fix dolgok. MVM-ben ugye hasonló dolog, jó, annyira nem mégsem. Miért mondom mindig azt, hogy hasonló, hogyha annyira nem? Tehát azért szoktam ezt használni a számszerű helyet, mert van egy ilyen fejlesztés rá, hogyha meglövök vele egy robotot, tehát ha felfejlesztem erre nyilván ezt a gunt, akkor ha meglövök vele egy robotot, akkor az beteljeződik, és akkor nagyon könnyen meg tudjuk ölni, úgyhogy a későbbi években ezt rá szoktam fejleszteni, és akkor onnan tud nagyon aktívan tudok segíteni a nagy dolgok legyűrésében, úgyhogy igazából azért szeretem ezt a fegyvert ott. Nyilván itt a Kritzkrieg, ami mindenképpen fontos, és ennek van egy leírása, hogy hozhatom a rendes Ubert. Ez még nagyon régen készült, igen, amikor Batrikékkal MVM-eztem, és én úgy voltam vele még, szerintem erről videó is volt, hogy én ezt így gondolom, hogy ez nem rendes Uber. Tehát én úgy voltam vele, hogy csak az alap Uber a legjobb, a többi az gogyi, az nem kell léteznie, és ugye MVM-ben mégiscsak kötelező volt ezt használni, úgyhogy kénytelen kelletlen használtam ezt, de átírtam poénból a leírását, hogy hozhatom a rendes Ubert, mert mindig mondtam a többieknek, hogy jó, itt a Kritzkrieg játszunk, de mikor hozhatom a rendes Ubert, úgyhogy ez egy eléggé régi poén, és már nem igazán érvényes, de hát igazából miért venném le róla, úgyhogy ezért van ez rajta, és itt is itt van ez az Uber szó. Ez meg egy ilyen teljesen random másik medic loadout, tehát hogy tényleg ezeket eléggé gyakran szoktam változtatni. Ennek a snipernek a nevét egy kicsit nehéz elmagyarázni, de megpróbálom. Tehát, hogy ugye az a neve, hogy Point and Miss Adventure. Ugye vannak ezek a játékok, amikor nem ténylegesen játszol, hanem valamilyen képet nézel, és a kattintásoddal tudod eldönteni, hogy hova mész. Tehát például van egy ilyen térkép, vagy nem egy térkép, egy utat látsz, és akkor mondjuk van bal oldalon egy ilyen kattintható rész, középen is jobbra. És hogyha valamikre kattintasz, akkor arra mész tovább. És akkor így oda kerülsz, és ott megint kattintasz. Értitek? Tehát szerintem mindenki játszott már ilyen játékkal, úgy előre mész, vagy balra, vagy jobbra, vagy fordulsz, vagy ilyesmi, csak egy kattintásokkal kirányítani a dolgokat. Ezeket a játékokat úgy hívják angolul, hogy Point and Click Adventure. És ezt poénból rá szokták rakni a sniperekre, mert itt is elég ugyanaz a dolog. Célzol, kattintasz, és ez egy ilyen nagy adventure. Tehát ez is már alapból egy poén, de én ezt tovább vittem, és kicsit úgy próbáltam ki parodizálni, hogy én nem tudok sniperezni, tehát hogy ez néha ugye előfordul, azért arra alakítottam a Point and Click-et, hogy Point and Miss Adventure, úgyhogy ez így egy kicsit kacifántos, meg lehet, hogy nem annyira vicces, meg nem is értelmes, meg buta az egész, de nagyjából ez az oka, hogy miért neveztem át, és amit még érdemes tudni, hogy ez pillanatnyilag az egyetlen prokás fegyverem. Tehát ezt még akkor vettem a prokástra, amikor rengeteget sniper-eztem. Tehát volt egy időszakom, amikor éjjel órákon keresztül sniper-eztem. Tehát ez nagyon durva volt. És egyébként egész jó statokkal rendelkezik. Tehát van benne 1640 killem, abból 1430 az headshot. Úgyhogy szerintem ez nem egy annyira rossz arány. Itt van ez a Razorback, aminek az a neve, hogy Try Again Later, azaz próbáld meg később újra. Tehát hogy jön a Spy, hát bosszúr engem is, hát az most nem jött össze, akkor később próbáld meg. Nyilván eléggé pazarlás ez, mert soha nem fogja senki látni ennek a nevét, de igazából nekem ez így jó érzés, hogy át van nevezve, úgyhogy emiatt neveztem át. És itt van ez a macsete, amiről volt videó is, igazából ő az egyetlen kasztakvel szoktam még használni, tehát a többinél eléggé lecseréltem. Aztán itt vannak ezek igazából, ezekhez sincs semmi különösebb történet, ezt azért vettem fel, mert egyrészt már jól néz ki, tehát hogy csak olyat veszek valami jól néz ki, másrészt pedig eléggé magas, úgyhogy arra tudok gondolni, hogy ha mondjuk valami kezdőbb sniperrel állok szembe, akkor lehet, hogy a sapkámat kezdi előni, és akkor nem lő fejbe, de erről semmiféle bizonyítékom vagy ilyesmi nincs, hogy működik, de jól néz ki a sapka, és talán van egy ilyen mellékhatása is, úgyhogy ezért szoktam ezt viselni. Hát én még soha életemben nem sniper-eztem MVM-be, de ha egyszer sor kerülne rá, akkor ezzel fogok játszani. Úgyhogy tényleg a sok robotot eléggé könnyen fejbe tudom lőni, úgyhogy ez a fegyver szerintem elég jó itt, mert ugye minden egyes headshotért ad egy kis plusz charge időt, úgyhogy igazából szerintem ez elég jó. Bár MVM-be lehet ugye fejleszteni a charge időre, úgyhogy nem tudom, hogy ez a kettő ez is stackelődik-e, vagy kioltják egymást, úgyhogy ha kioltják, akkor ez teljesen felesleges, ha meg stacklődnek, akkor nagyon jó, úgyhogy igazából nem tudom, tényleg nem próbáltam még, úgyhogy ez egy ilyen elmélet, hogy ez jó a NBA-be, de igazából lehet, hogy egyáltalán nem. Itt van ez a pisi, ami ugye azért jó, mert rá lehet fejleszteni azt, hogyha ledobok valamit, akkor az lelassul. És akkor ugye a nagy hatalmas, gyorsan futó scoutokat le tudom dobni, és akkor könnyebben meg tudjuk ölni. Meg ugye minikritelünk is rá, úgyhogy az is eléggé fontos dolog. És át van nevezve arra, hogy This will only hurt for a minute, ami egy Ana idézet a Overwatch-ból. Tehát ugye neki is van egy ilyen pisi-szerű dolga, tehát valamilyen kis gránát, ami szétpukkan az ellenségeken, és hogyha azzal ledob valakit, akkor azt sebzi meg minden, és akkor szokta kiáltani, hogy This will only hurt for a minute, ami azt jelenti, hogy csak egy percig fog fájni, és nyilván arra utal, hogy utána meghal, tehát hogy eléggé ellenséges a dolog, de hát igazából átneveztem rá, mert eléggé menő. És egy random serpenyő. Hello? Te mit csinálsz itt? Tehát, hogy nem tudom, ez honnan maradt be, de nem igazán szoktam használni a serpenyőt, és teljesen random sapkák meg niszkek.
És elérkeztünk az utolsó kaszthoz, a Spyhoz. Nos, itt a revolverem, ami át van ez arra, hogy mistakes were made, ami nagyjából eléggé hülyén hangzik lefordítva, de azt jelenti, hogy hibák ellettek követve, vagy valami ilyesmi. De ilyet magyarul nem igazán mondunk, de ez jelenti, hogy a hibák ellettek követve. És ezt azért nem vesztem át erre, mert ugye gondolj bele, hogyha egy ilyen alaprevolvert használsz, akkor azt leginkább akkor használod, hogyha bajban vagy. Tehát, hogyha nem jött össze a backstab, vagy valaki észrevett, vagy valami ilyesmi történt, akkor előkapod is próbáld megvédeni magad, úgyhogy tényleg, hogyha éppen a kezemben van, akkor a esetek 90%-ában éppen bajban vagyok, úgyhogy valamit elrontottam, és ezért szerintem elég illik hozzá név, hogy mistakes were made. Igazából ennyi az oka, ez is Strange Kill Streak. Nos, a késsel nagyjából hasonló vagyok, mint a rakétavetővel, tehát nagyon sokféleképpen szoktam használni, tehát itt van ez is, ezt is szoktam, ezt is, úgyhogy ezeket mint szoktam, ezeket ritkábban, tehát nyilván, hogyha éppen szükség van rá, akkor átcserélem, tehát elmondom az a videó elején, hogy igazából szinte mindent szoktam használni, hogyha éppen szükség van rá, viszont leginkább az alapváltozatot szoktam használni, és ezek közül mindet, úgyhogy most éppen ez van berakva, de igazából teljesen mindegy. Aztán itt van a Deadringer, ami szerintem az egyetlen úra, amit használok, tehát tényleg ezeket soha nem használom. Nagyon-nagyon-nagyon ritkán, tehát nagyon régen is ritkán használtam utoljára, úgyhogy szinte mondhatni, hogy nem is használom, csak ezt szoktam. És ezt van nevezve arra, hogy do not believe everything you see. Azaz, ne higgy el mindent, amit látsz, ami szerintem eléggé önmagát magyarázza, meg látnak meghalni a Deadringerrel, úgyhogy azt nem mindenféleképpen kell elhinni. Nyilván ezt sem fogja látni soha senki, úgyhogy ez is csak ilyen magamnak neveztem át, de szerintem attól még eléggé menő. Aztán ott van a leírása, hogy actions come with consequences, ami azt jelenti, hogy a tettek következményekkel járnak, és most lehet, hogy bele tudnék magyarázni valami dolgot, hogy jaj, megpróbálsz megölni, és akkor én túlélem titokban, és később leszúrlak, és ezért a tetted következményekkel járt, meg ilyesmi, viszont ez mind nagyon deep lenne, és nem lenne semmi értelme, és belemagyarázás lenne csak, úgyhogy szerintem maradjunk annál, hogy elég jól hangzik az idézet, és random beraktam egy fegyver leírásába, úgyhogy nagyjából szerintem ennek ennyi a története. Aztán itt van ez a szepper, mert igazából pont most gondolkodtam, hogy nincs ilyen sok szepper a játékban, tehát van 4 darab, azt hiszem. Az alap, a festív, ez, meg a Whitley. Úgyhogy igazából, tényleg egy Whitley az jó lenne. Mindig lényeg, hogy most ezt használom, mert szerintem menő néz ki, és a többi az meg kevésbé menő, úgyhogy nagyjából ennyi az indokom rá. Ezek azon biszkekes sem igazán tudok semmit hozzáfűzni, szerintem illenek egymáshoz is jól néznek ki, úgyhogy igazából ezért hordom. Tehát igazából ez nagyon tetszik. Tehát a többi az ilyen ideiglenes dolog, amit csak random beraktam, de ez nagyon tetszik. Ezt szerintem örökké viselni fogom nagyjából, úgyhogy tényleg ez nagyon jó. A Spy-jal MVM-ben nagyjából úgy vagyok, mint a Sniperrel, még soha nem használtam szinte úgy élesben, úgyhogy nem igazán tudtam kipróbálni, de igazából itt vannak ezek, nem tudok hozzá magyarázatot fűzni, remélem jó lesznek egyszer, úgyhogy ezek igazából vártak magukra, hogy kipróbáljam őket MVM-be, de elméletileg működni fognak, tehát így megnéztem a statokat, és igazából szerintem működni fognak MVM-be, de ezt mondom még egyszer, majd ki kell próbálni. Nos, igazából ezek voltak a lódóútjaim, remélem élveztétek őket, én próbáltam mindenféle kis érdekességeket mondani hozzájuk, hogy eléggé tartalmas legyen a videó, és ahogy nézem, eléggé régóta veszem már, úgyhogy ez sokkal hosszabb videó lesz, mint gondoltam, de igazából ez így a jó, hogy nem csak keresztül daráltam, hanem szépen elmondtam a dolgokat, amiket tudok az itemekről. Nos, remélem tetszett a videó, sziasztok!